sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen az autóból. Ha megszokhattátok, hogy minden évben hazautazunk Mezőcsátra, meg Magyarországra, de ez évben most nem utazom haza. De úgy gondoltam, hogy valami utazó vlogot azért csinálok, úgyhogy kinéztünk a térképen egy lányommal egy ilyen úgymond Frankenstein kastélyt. Ilyen elhagyatott kastély, úgyhogy oda fogunk most elmenni. Úton vagyunk, az a városunktól 120 kilométerre van, most vagyunk ilyen 20 kilométerre onnan. Autópályán megyünk ilyen Köln fele, úgyhogy ha megérkeztünk, akkor majd jelentkezem. Hát akkor mondanék pár szót erről a Frankenstein kastélyról. Tehát annyit tudunk róla, annyit találtam az interneten, Lambertek hegye 307 méter magasságában áll. Hát a történészek azt feltételezik, hogy ez az 1240-es években épülhetett, de ebben nem biztosak. Hát most még hozzá kell tenni, a 14. Lajos hódító háború idején az elrejtett kincsekről szóló pletykák, pletykák hatására a fél várat lerombolták, meg a pincéket is, de hát a vagyis a kincsek után kutatva, de persze nem találtak semmit. Úgyhogy így jártak. Hát még annyit tudnák mondani hozzá, hogy a toronyvár, a kastély együttes különböző években épültek. Úgyhogy ennyi. Ja, még annyi, hogy napjainkban ugye rendezvényeket szerveznek a kastélyban. Mint láthattátok, esküvőket, hát na, persze Halloweenkor kurva nagy élet van, ott van a legnagyobb buli, hát ugye mert mivel Frankenstein a neve, úgyhogy hát minden esetre jó lenne visszanézni Halloweenkor, de hát még nem tudom, de hát nálam sose lehet tudni. Na hát röviden, tömören ennyit, na hát jó szórakozást a videó többi részéhez. Megyünk a Serpentinen föl a várba. Elméletileg bútran. Nem kérek játék, ez itt keresztül menni. Két oldalt nézett filmezzed, azt is nem. Jó Isten. Ez a Serpentin oda néz, itt fönt, ott meg lent. Megyünk a Frankenstein, megyünk a vampír kastélyhoz. Burg Frankenstein. Hát nem elhagyatott. Hát ilyen másfél óra kocsikázás után megérkeztünk. Úgymond a parkolóba. Hát én másra számítottam, megmondom őszintén. Hát ez nem úgy néz ki, mint valami elhagyatott lenne. Mert itt azért láthatjátok, hogy olyan nagy parkoló. Úgyhogy itt én szerintem lehet, hogy még belépőt is kérnek a nagy elhagyatott kastély. Majd meglátjuk. Ugye én pénzt nem hoztam. Mindegy, majd valami mellék. Majd a mellék ajtó majd valahol majd beslusszanunk. Minden esetre itt sétálgatunk lefelé. De hát... Ott is van fönt. De jó, meg is érkeztünk. Hol van? Ja, nem is látszik. Várja. Itt van fönt a torony. Mint láthatjátok, el van bújva. És itt kell majd lemennünk. És akkor itt kell lemennünk az erdőbe. Jó Isten, itt vannak medvék, vámpírok, ufók. Akkor vannak jetik, meg emberek is persze. Úristen. Vannak, olyan milyen szép itt, ugye? Oda néz, ez milyen jól néz ki. Úgy látszik, egy óriás kitépette az egyik fát.
De úgy, hogy kitépte, nem semmi. Kitépték a fát. Öcsém, figyelj már, hova megyünk. Jó? Jó, a mozgó lépcső is. Aha. Drága anya. Ez igen. Még jó, hogy esik az eső. Vagy esett az eső. Közben meg mégse. Úgy látom, hogy itt is a száj van, mert eső semmi. Halloween, nézd már csak oda! Ó! Annyit tudok, hogy itt Halloweenkor nagyon nagy az élet. Ugye? Drága jó Isten! Halloween, Burg von Gestein! Esküvői fotót csinálnak itt a Frankenstein kastélyba. Ott a mennyasszony. Ja, bocs. Esküvői fotókat csinálnak. Oda néz. Ja, figyelj, itt van étterem, de föl lehet menni, hogy mi? Drága jó Isten! Figyelj, nem tudom, mire felmenni, ez egy esküvő van ma. De hogy is nem be lehet menni soha. Figyelj! Ez mi? Kassa. Ez mi? De várjál, de most ide. Ide fölmegyünk. Mi a lőgy, ha? Júj, ott is egy esküvő. Ha jókor jöttünk, pont kettő esküvő is van. Egyik itt van fönt. Másik meg ott van. Ki van írva, hogy lezárt terület. De én azért itt megláttam ezt a kis házat, azért ezt megmutatom. Jaj, de szép kis házikó. Figyelitek? Hello, van itt valami törpe? Van egy kalapács. Jaj. De van ennek a kis fontos, az ami ajtaja. Le van zárva. Ó, Isten, mi az itt? Hát lényegében megszívtuk, mert lényegében az egész vár rom. Lényegében le van zárva, mert kettő esküvő is folyik. Úgyhogy de megmutatom azért még itt a látképet, ide kijövünk itt. Meg lehet látni a várost. Úristen. De mindjárt megmutatom. Várjál, csak pont itt van egy emberke. Itt van a vár. És itt van egy ilyen kis terasz. Kijöttem. Erdő. És már egyre többen vannak. És itt a látkép. Várjatok egy kicsit. Hát azok mit csinálnak itt? De az a tűzoltók. Viszik a csövet. És akkor így próbálom közel zoomolni nektek a várost. Ennyi volt ez a kis kirándulás, de még nem megyünk vissza, úgyhogy még itt a városba körbenézünk, megnézzük, hogy mi van látnivaló, de megyünk valamit kajálni, mit tudom én. Ott meg a fotókat néz. Jó, csinálják fent a fotókat, fotókat az esküvőre. Ó, Isten, mi van, anyám. Ez valami tűzoltó lesz, és katona vadakat telelő juhász. Ez ilyen tűzoltó lett az emberkem, ott viszik a, fogják az emberkék a
tűzoltóslagot. Közelebb hozom nektek, figyeljétek. Mindjárt nem lesz, meg a vőlegény. Azt látom, hogy a vőlegény van. Úristen, na jó van. Nem mutatom, mert az nem ránk tartozik. Hát azok mit csinálnak ott? Na mivel a Frankenstein kastély az nem jött össze innen Frankfurt 30 km, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy átugrunk Frankfurtba. Úgyhogy ha már ilyen messzire eljöttünk, akkor legyen valami értelme, megnézzük a felhőkarcolókat. És ha mindjárt mutatjuk, nézzétek meg ezt a tájat, teljesen más, mint amerre mi rakunk. Még az autópályának a színe is más. Sőt, még az autók is mások. Sőt, itt az autóknak négy kereke van, na mindegy. Majd talán mindjárt találkozunk Frankfurtban. Sziasztok! 500 méter geradeaus fahren. 500 méter geradeaus fahren. Na megérkeztünk Frankfurtban, mindjárt lehet látni a karcolókat. Meg a felhőket is. Meg együtt a felhőkarcolók. Nach 200 méter geradeaus fahren. Egyenesen megy. Látom, de akkor ez már kanyarodik, akkor látom, hogy ott vannak bal oldalt a házikok, már lehet látni. Oda megyünk be, majd jetzt valamit. Geradeaus fahren. Geradeaus fahren, legyünk egyenesen. Nagyon várja. Jó van, megyünk. Én még nem voltam Frankfurtban. Die nächsten 2 Kilometer der Streckenführung folgen. Még mindjárt bal oldalt lehet majd látni a házikókat, itt a híd mögött. Elméletileg. De majd direkt arra megyek, hogy lássuk, hogy mi a pálya. Jaj, itt már valami csipogás van rá. Itt nem lett semmi. Na megérkeztünk Frankfurtba. És most megyünk be a belvárosba, hogy a nagy felhőkarcolókat meg tudja mutatni nektek. Hát én még itt nem voltam, mint mondtam már többször. Pedig itt élek már pár éve. Úgyhogy jó, most letesszük, és majd mikor odaérkezünk majd. Leparkoltunk Frankfurtban, és nézzétek, mik a kucskál ott. Jaj, egy kis pici birka. Egy kicsi birka, sőt, figyeljetek. Hello. Ott van fönt egy másik irányba nyomja a ver. Úgyhogy most kicsit szétnézünk Frankfurt belvárosában, úgyhogy figyeljetek, most kimegyünk a parkolóból. Hát így ahogy jöttünk, elég, hát nem hiszem, mert megint ott vannak egy birkák itt. Mit? Ezek itt esznek, vagy mit csinálnak ezek? Itt hol kerít ki? Jaj, hát ott is van kettő pici birka vitéz. Na itt a kijárat, jó, meg kell jegyezni, el ne tévedjünk. Na húzgom, exit. Na. De várjál, most itt jössz be is, megy ki. Na? Ja nem, itt nem tudsz kimenni, mert nincs kártya. Na meg kell jegyeznünk, hogy hol van ez a parkolóház, nehogy eltévedjünk. Hát minden esetre azt itt most észrevettük, hogy ez... Hát ez olyan, mint Budapest. Területre is akkora nagyjából, meg ugyanolyan koszos. Várjál, most keressük a felhőkarcolókat. Nem itt vannak valahol? És nem megyünk át ott a gyalogúton? Itt van szemben, és ott látnánk a házakat is. Menjünk már át. Gyere, piros, mehetünk. Magyar turisták átmennek. Vagy menjünk rollerra, hogy kell ezt bérelni? Vagy mit kell ezzel csinálni? Nem tudjuk mi, hogy ez hogy néz ki ez? Drága jó Isten, ide kell jönnünk, majd ne felejtsük el. Ez az a minál. Még eltévedünk aztán, de itt van szemben egy gyalogút, ha jól emlékszem. Hát megtaláltuk a felhőkarcolókat. Ugye most megyünk a belvárosba is. Megkeressük a kicsikéket.
Majd kikapcsolj már, basszom. Egy kis étterem itt. Formán lejöttem a pincébe. Brutális szép. Brutális hangulatos. Oda nézik. Ez igen. Te elmondanák pár érdekességet Frankfurtról. Hát az a legfontosabb, hogy én szerintem, hogy Németország legnagyobb, vagyis ötödik legnagyobb városa, népessége, vagyis a belváros, úgymond központ Németország, vagyis a Frankfurt, az 760 ezer, de a külkerületekkel együtt 2.3 millió, sőt, és a régiókkal együtt majdnem 6 millió fő. 6 millió fő, ugyebár. A középkör óta Németország egyik legfontosabb városa. Egy dokumentum először 794-ben említi először. Hát az sem most volt. 1372 óta a császári város, és 1998 óta európai városnak nevezzük. Néhány feltűnő felhőkarcoló Európában a legmagasabb közé tartozik. Ezért nevezik, ugye, Frankfurtot Manhattannek. Hát, mint láthatjátok majd a videóban, hát tényleg vannak brutális szép felhőkarcolók, mi is azért mentünk oda. Mert hát ugye a város magában nem nagyon tetszett, mert koszos volt, mit tudom én, sok hajléktalan. Hát, mit tudom én, nem olyan, mint Stuttgart, vagy mit tudom én, Heilbronn, vagy itt Baden-Württemberg területén különböző városok. Hát lényegében Pesthez tudnám hasonlítani, Pest külvárosához. Na, tehát térjünk vissza a lakóépületekhez. Hát itt van Németország legmagasabb felhőkarcolója, Grund Tower, 180 méter magas. 30 méterrel magasabb, mint kölni kolónia épülete. Város területének 40%-a park és tájvédelmi körzet. Ez azért nem semmi. Jó, egy-két parkban voltunk mégis, de hát, amit ott láthatná, látni lehet majd. Nem tudom, hogy... Hát, de nem biztos. Na, hát szóval ennyit Frankfurtról. Hát összegezve tetszett, de hát, na, mit tudom én. Mit mondjak? Hát a felhőkarcolók miatt, na, amiatt tetszett. Na jó, oké, jó szórakozás, nézzétek a videót. Hát Frankfurt, egy tiszta Amerika, figyeljetek. Találtunk egy kis üvegházat. Hát nincs meg a teteje. Úristen. Várjatok, kicsit rázumolok a tetejére. Ó, atyám. Brutális, na megyünk a többi házikó felé. Kezdtem megéhezni, mik ezek itt? Kis elektromos kis
ezeket lehet bérelni, vagy mi ez itt ezek a... De jó, itt belül egy emberke, másik meg hajtja elektromosan. Ezek is elektromos, vagy ezek nem elektromos biciklik, vagy mik ezek? Veszel, mi ez? De nincs semmi, csak a két kerék. De jó. És ezeket lehet bérelni, vagy mi ez? Figyeld, már alumínium. Az igen. Na menjünk egyenesen, itt vannak még ezek a kis... Ja, itt is egy kicsike, figyeljetek, ennek is, hol, ott van. Úristen. Ez durva. Manhattanben vagyunk. Ez én szerintem Manhattan. Átkeltünk az óceánon. Jöttünk az autóval 8000 kilométert. És itt vagyunk New York Manhattan. Hát ez a mi az a kocka? Ez mi az a Rubik kockák? A Rubik kocka. Tök jó, nem? Figyelj, itt egy kukorica. Itt is. Hát ez nagyon durva. Ez kicsike, ez nem is nagy, ez semmi. Ez 8 emeletes. Azt a betyáleget. Ott már valami zene van. Várjatok, ott valami zene van. Akkor menjünk balra feltétlen. Brutális házak vannak itt Frankfurtban, az biztos. És várjatok, most megfordulok majd, és meglátják, ha adjátjátok ezeket a brutális házakat. Hája. Óriásiak. Itt szembe, várja, mindjárt megfordulok. Itt vannak a kis toronyházak. Jaj, mennyi! Hát akkor összegezném, voltunk Frankenstein kastélyban, ami nem úgy jött össze, hogy akartunk, utána átugrontunk Frankfurtba, ott a kezed benne. Nem. De úgy, hogy nem tetszett Frankfurt, mert nagyon koszos volt, sok volt a hajléktalan, sok volt a sötét emberke, követtek is bennünket, mit tudom én, a házak szépek voltak, szép alacsonyak, felhőkarcolók, karcolták a felhőket. Így összegezve nem tetszett, úgyhogy, de remélem a videó azért tetszett. Úgyhogy ennyi, nagy vonalakban, röviden és tümören, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok,
Sziasztok! I'm